Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztutadása. Újból szerda este van, és ha szerda este, akkor együtt tanulmányozunk egy meghatározott témakörben minden negyed évben. Ebben a negyed évben a három kozmikus üzenetről beszélgetünk, és a mai alkalommal a szombatról és a végről, a szombat kérdéséről, és hogy milyen kapcsolat van a végidővel a szombatnak. Ezekről a gondolatokról fogunk beszélgetni. Az alapig az Efézusi Levél 3. fejezet 9. versében található, amely így szól, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Istenem a titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Szeretettel köszöntöm a stúdióban meghívott vendégeimet, Pálffy Miklós lelkipásztort, a hetednapot ünneplő adventista egyház Észak-Erdély egyház területének szombatiskolai osztály vezetőjét, igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szeretettel köszöntelek, a kedves nézőket is köszönöm a meghívást. Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Jancsó Eriket, testvérünket, aki a Világ Reménye folyóirat főszerkesztője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek. A mai alkalommal újból egy kicsit felelevenítjük a gondolatokat, ami a három angyal üzenetével kapcsolatos, és utána elmélyülünk abban a gondolatsorban, hogy mit jelent az imádat, és hogy mikor várja el ezt az Isten, és milyenféleképpen az emberi családtól. A három angyal üzenete, mint három kozmikus üzenet kerül megfogalmazásra a tanulmányunkban. Miért kozmikus ez az üzenet, és miért három angyal adja át ezt az üzenetet? Hát a bevezetőjében ugye a három üzenetnek, Jelenések könyvének 14. fejezetének a 6. versében ezek az angyalok az ég közepén repülnek, ami nagyszerűen egybecseng azokkal a végidei proféciákkal, amelyekben nagyon sokszor meg van fogalmazva az a gondolat, hogy az egész földön, vagy mindenkivel, gazdókkal és szegényekkel, árvákkal, nagyokkal és kicsikkel. Tehát a bibliai proféciákat figyeljük, mindegyik majdnem kivétel nélkül így fogalmazza meg, hogy azok az események, amelyek történnek majd, azok globálisak. És ezért az Isten üzenete is globális. Hogyha a kihívások, a megpróbáltatások, szélesebb világra kiterjednek, ugyanazok az erők megkísérelik, démoni erők megkísérelik az egész világot egy bizonyos irányba terelni, vagy félrevezetni, hasonlóképpen a Jóistennek elejét veszi, és megszólítja az egész világot ugyanahol az üzenette. Másodszorban ezek az angyalok, mivel profétikus irodalomban vagyunk, héber nyelven angelos az küldöttet jelent, és a szövegkörnyezettől függően az Új Testamentumban angelos jelent egy természetfeletti lényt, vagyis angyalt, vagy emberfeletti lényt, pontosabban angyalt, vagy egy embert is jelenthet, egy apostolt, vagy valakit, akit a Isten elküldött, hogy üzenetet tolmácsoljon. Tehát egy különleges nemzedékről, népről van szó, akire Isten egy üzenetet bízott. Melyek lennének a főbb gondolatai a három angyal üzenetének? Tehát a Jelenések 14-ben a 6-tól 12-ig terjedő versek mutatják be a három angyalnak az üzenetét. Ahogy mondtam Miki is, hogy ezek jelképes angyalok kell legyenek, és azt jelenti, hogy mi kell ezt tegyük, mi kell hirdessük, akik szeretjük Istent. Az első angyal azt mondja, hogy tehát csak összefoglalóban, tehát az első angyal azt kéri, hogy féljük Istent, és imádjuk azt, aki teremtette a mennyet és a földet. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, tehát 1844-től történik ez, pont amikor Darwin abban az időben kezdte el az ő evolúció elméletének a reklámozását, amelyet nagyon befogadott azután a világ, és az emberek kezdték nem félni Istent, hiszen nem létezik, hiszen minden magától lett, évmilliárdok alatt mi is majomból lettünk. És a Biblia visszatérít, azt mondja, féljük Istent, aki teremtette a mennyet, a földet, a vizet, forrásait, imádjuk azt az teremtő Istent. A második angyal azt mondja, hogy leomlott Babilon, a nagy város. Babilon ez egy
szimbólum a világ hazugságrendszerére. Hát régen egy olyan város volt, amelyet az 1 Mózes 10-ben, ahogy olvassuk, Nimród alapított, több városhoz hasonlóan, az a nagy vadász az Isten előtt, vagy ellen. És onnan indult az emberek lázadása, amikor össze akartak fogni, hogy újból egy kéz alatt legyenek. Tehát Nimród kellett volna vezesse ezt a globalizált társadalmat, amit például most akarnak újból megteremteni. És azt mondja a második üzenet, hogy omlik, vagy leomlott ez a nagy város, mert az ő paraznasságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Tehát mindaz, amit a világban látunk, amiről azt mondja a Biblia, hogy a világ kívánsága, a szemek kívánsága, hogy nem Istentől van, ami van a médiákban, ami van a mindennapi életben, a bűn maga, ez Babilonnak a terméke, és Isten azt mondja, hogy ez leomlott, tehát, vagy leomlik, ennek vége kell legyen. És a pogány népek ittak ebből, tehát Isten gyermekei nem isznak ebből a pohárból. A harmadik angyal pedig azt mondja, hogy ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik Isten haragjának borából. Mert ez egy hosszabb üzenet. Itt meg kell érteni a jelenések 13-ból, az előtti fejezetből, hogy ki ez a fenevad, mit jelent a bélyege, mit jelent felvenni kézre vagy homlokra, de aki ezt megteszi, az iszik Isten harag borából. Tehát tudjuk, hogy itt egy bűnről van szó, nem arról, hogy erőszakkal beleültetnek az emberbe egy mikrocsippet, vagy más dolgokról. De ez egy külön téma. És a záródik nagyon szépen a három angyal üzenete azzal a 12. versben, hogy itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Ez számomra egy nagyon fontos vers volt, hogy a 10 parancsolatnak nincs vége Jézus elővetelével, ahogy nagyon sokan mondják, hanem itt egy olyan népről van szó, aki mind a 10 parancsolatot megtartja, beleértve a negyediket is, amiről most beszélünk, és a Jézus hitét. Tehát nem Jézus hite nélküli zsidókról van szó, Izraelből, hanem igazi keresztényekről, akik megtartják Isten törvényét, és szeretik is Jézust, és az ő hitével rendelkeznek. Köszönöm a gondolatokat. Ha az alapigét hogyan tudjuk összhangba hozni a három angyal üzenetével? Ugye arról olvasunk az alapigében, hogy egy titokról van szó, örök időktől fogva, vajon a három angyal üzenetének titkáról lenne szó, vagy más titokról van szó, mi az, amit a Jóisten elő akar hozni minden ember számára? A hármas angyal üzenetről nem szabad soha elfelejteni, talán egy másodpercre sem, hogy igazából ez evangélium. Lehet, hogy sokszor számításokba bocsátkozunk, vagy profécia magyarázatba, különféle szimbólumoknak a megfejtésébe, és elfelejtjük, hogy itt evangéliumról van szó, ami jó hírt jelent. Isten segítő keze, amit az Isten cselekszik a bukott emberi faj érdekében, vagy akár úgy is lehetne fogalmazni, hogy amit az Isten cselekszik az univerzum érdekében, mert nem csupán csak az emberiséget érinti a megváltási terv. Na most, hogyha így áll a helyzet, akkor az evangéliumról tudni kell, azon kívül, amit itt a jelenések 14. fejezetnek 6. versében olvasunk, hogy ez egy örökkévaló evangélium, abban az értelemben, hogy Istennek mindig is ez volt a szándéka, Isten mindig is ezt kínálta fel, de ami az ember válaszát illeti, Isten nem tudta ezt az evangéliumot olyan mértékben kommunikálni az emberhez, mint ahogy például Jézus sem tudta kommunikálni az ő szándékait a tanítványokhoz, mert úgy búcsúzik tőlük, hogy nekem még sok mondani valóm van, de nem tudját, nem, el nem hordozhatjátok. De azt jelenti, hogy az ember tudatlansága, vagy az ember önigazultsága miatt, vagy valamilyen oknál fogva az ember nem tudja azt befogadni, vagy nem akarja befogadni. És ezért az alapigénk úgy fogalmaz, mint egy rejtett dologról. Evangélium, de ami egy titokzatos dolog, amit ugye Pál apostol esetében nyilvánosságra hoz, ugye az apostol, mert Istentől kapta azt az evangéliumot, sőt, ugyancsak az Efézusi levél 3. fejezetében azt mondja itt az 5. versben, erről az evangéliumról, ami ugye titok volt eddig,
Azt mondja, hogy amely egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett. Nem azt jelenti tehát, hogy az az evangélium mindig rejtve volt mindenki előtt. Isten ismertette az evangéliumot, ugye ismerjük már Mózes első könyv, a harmadik fejezetének a 15. versét, mondja, hogy ott már evangéliumot hirdetett, akkor, amikor az ember bűnbe esett, csak hogy nem ismertette úgy, ahogy az apostolok idejében ismertette. És én merem állítani azt, hogy amit a Jelenések könyvének 14. fejezetében olvasunk az örökkévaló evangéliumról, az több, mint amit az apostolok annak a nemzedéknek prédikáltak. Tehát az evangéliumnak végső kifejlődése, amit a Biblia meg is jövendől, Isten titkáról azt mondja a Jelenések könyvének 10. fejezetének 7. verse talán, hogy a 7. angyal idejében, amikor a 7. angyal trombitálni fog, akkor végeztetik el az Istennek titka. Ezek alapján az örökkévaló evangélium, amit az adventista egyház felvállalt, mert ez az egyház vállalta fel ezt a profetikus evangéliumot, ez sokkal gazdagabb, sokkal sokrétűbb és mélyebb, mint bármi, amit eddig valaha keresztények hirdettek, és én még azt is merem mondani, hogy ez még nem a teljes dicsősége annak, amit az Isten nekünk szánt, mert a profécia azt mondja, hogy majd a 7. angyal trombitájának napjaiban fog kiteljesedni ez a mélyen rejlő titok. Kiért van ez a titok? A három angyal üzenetében ki a fontos, vagy az evangélium üzenetében most, hogyha a nagy látképet vesszük, Isten, vagy az emberek? Hol található az evangélium üzenetében az ember, és hol található maga az Isten? Sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, amikor megkaptam. Hát Isten azonosul az emberrel, tehát mintha azt mondanám, hogy egy családban ki a fontosabb, a gyermek vagy a szülő. Hát a szülő szíve szakad meg a gyermekért, ha bajban van. Egyszer a kislányom azt mondta, hogy milyen jó Istennek, mert kicsi volt Erika, 5-6 éves, azt mondja, ő fenn van a mennyben, neki minden jó, mi itt szenvedünk. És mondom, figyelj ide, Isten annyira szeret minket, hogy ő jobban szenved, mint mi, hogyha látja, hogy mi itt szenvedünk. Tehát a jó hír, amit az Úr hozott. És itt látjuk a Efézus 3:6-ban, tehát amit mondott Miki az 5-ös, hogy még nem ismertetett úgy, hogy most kijelentetett az összes apostoli által, hogy tudnélik a pogányok örökös társak, egy ugyanazon test tagjai, és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által. Tehát ez a 6. vers az Efézus 3-ban. Tehát akkoriban mindenkinek megvolt a saját istene. És mindenki azt mondta, hát ővel boldogulunk, a saját istenünkkel. Moábnak meg volt Kemos, azt mondja neki Jefte, Kemos neked adta azt a részt, elégedj meg vele, mikor akartak harcolni a zsidókkal. Mindenkinek meg volt a saját istene, a filiszteusoknak, a zsidóknak, és végül a zsidók is beleeshettek ebbe a csapdába, hogy ővék az igazság, és pogányokat úgy lenézték, és persze Isten ezt sosem akarta, és a jó hír az evangélium, hogy Isten mindenkit nagyon szeret. És azt mondja a Biblia, hogy minden mindenekben Krisztus, tehát mindenben Krisztus van. Tehát én nem is tudom ezt eldönteni, mi a fontosabb. Tehát mikor hirdetem az evangéliumot, akkor Krisztust hirdetjük, de minden az emberekért van. Tehát Krisztus, mikor lehajolt és megmosta a tanítványok lábait az úrvacsorakor, akkor ő azt mutatta be, amit végül is mindig csinált, hogy ő egy szolgáló Isten, ami a pogányok között egy lehetetlen elképzelés. Tehát ő az Isten, aki ügyel a kicsi verébre, ő ügyel, ha már a verébre és a madárkákkal ügyel, mennyire inkább ránk ügyel. Tehát ő a szolgáló Isten, aki, mikor azt mondjuk, hogy Isten szeret és Isten hívogat az örök életben, akkor ez csak annyiban adunk Istennek valamit, hogy ő annyira szeret minket, hogy neki a legnagyobb öröm az lesz, ha együtt leszünk a mennyben. Tehát minden összefügg. Ember és Isten, mind a kettő fontos, mert mi Isten nélkül nincs semmi, tehát mi érte élünk, de ő értünk él. Tehát ha lehet ezt mondani, hogy értünk, szolgál, minket szeret, ő azért szenved, mert mi távol vagyunk tőle, és szeretne visszakapni minket. Ha még egy gondolatot, ez nagyon szép ez a gondolat, amit Erik mondott az előbb, hogy Isten sors közösséget vállal velünk, nem fordított hátat a bukott világnak, sőt, az első angyal üzenet azt mondja, hogy
mert eljött az ő ítéletének órája. Ezt kétféleképpen lehet olvasni, és mind a két olvasása ennek az igének helyén való a Biblia fényében. Eljött az ő ítéletének órája abban az értelemben, hogy Isten elhozta azt a napot, amikor megítéli. És ebben az értelem az övé. De ezt az igét úgy is lehet olvasni, hogy eljött az ő ítéletének órája, amikor őt ítélik meg. Ahogy Róma 3.4-ben olvassuk, hogy Isten találtassék igaznak, amikor majd ítélnek téged, mondja a Szentírás. Isten sors közösséget vállal az emberrel, összekötötte Krisztusban a sorsát velünk, mert Krisztus örökké ember fia is marad, soha nem válik meg emberi természetétől. És ettől olyan szép és mély, amikor ez az ítélet órája véget ér, Isten és az ember újra együtt van. Tehát mind a kettőről szól, de Isten van a központban természetesen. Köszönöm. Az alapigében olvasunk arról a fontos gondolatról, hogy Isten, ami teremtünk, az Úr Jézus Krisztus által. Miért fontos ez a három angyal üzenetében is, és általában az ige lapjain, hogy Isten, ami teremtünk? A 10 parancsolatot kétszer jegyezték le a Szentírásba. Az egyik 2 Mózes 20, a másik pedig 5. Mózes 5. fejezete. És érdekes módon, hogy akkor ott, ahol a Biblia megindokolja, hogy miért szenteld meg a nyugalomnapot. 2. Mózes 20-ban azt mondja, hogy mert én teremtettem. De 5. Mózes 5-ben a szombat parancsáról nem azt mondja, hogy én teremtettem, hanem szolga voltál Egyiptomban, és én kihoztalak. A 4. parancsolat mind a két esetben Isten valamilyen munkájára utal, az egyik a teremtő munkájára, pedig második pedig a szabadító vagy megváltó munkájára, ami egy és ugyanaz. Mert amikor Isten teremt, ugye megalkotja azt, ami nincs, és amikor Isten újjá teremt, ugye a régiek elmúltak, ime újjá lett minden, vagyis újat, amilyen még nem volt, olyat hoz létre. Lényegében Isten teremtő munkája vagy megváltó munkája, még hogyha másképpen is merül ez ki a cselekményben, ugyanaz az Isten, ugyanaz a munka. Köszönöm szépen. Az első angyali üzenetben fontos gondolatokat találunk, és részben megemlítjük ezeket, és kitérünk egynél részletesebben a beszélgetésünk során. Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tenger és a vizek forrásait. Mit jelent az Isten félelem, amiről már beszélgettünk az előző tanulmányok alkalmával, az Isten dicsőítésről is, az ítélet órájáról is. Szeretném, hogyha ezt a három gondolatot még egyszer bemutatnánk, hogy mélyítsük el. Mit jelent az Isten félelem? Hát azt mindig szoktuk mondani, hogy legalábbis magyarul azt mondhatjuk, hogy egy dolog félni Istentől, és más dolog félni az Istent. Tehát mi nem rettegünk Istentől, mint egy rossz szülőtől szokott rettegni egy gyermek, aki csak büntet és kitölti a dühét, mikor hazajön délután a családon. Tehát nem ilyenről van szó. És alig vár, hogy valamit kapjon, vagy egy olyan tanár, nekünk voltak olyan tanáraink, hogy nagyon féltünk, rettegtünk tőlük. Hát, csoda, hogy nem betegedtünk bele a 12 év alatt egyes órákba. De voltak jó tanáraink is, aki éreztet, hogy szeret és segíteni akar. És így van a szülővel is. És így van Istennel. Tehát félni Istent szerintem azt jelenti, hogy nem merem megsérteni őt. Tehát úgy használom a nyelvet, tudod, a nyelv Isten ajándéka. Épp most gondolkoztam nemrég azon, hogy írtam is erről egy cikket, hogy mennyi nyelv van a világon. 6000 nyelv van. És elmennek a legkisebb törzshöz. Vannak a Pápua nagy szigetén, az Irián részen, a nyugati részen olyan nyelvek, hogy 3 falu beszéli. Néhány száz ember. De olyan pontos struktúrája van, de a latinnak vagy a németnek, és olyan hihetetlen dolgok vannak benne. Tehát tisztán látszik, hogy az az Isten, aki beletett a pacsirtába az éneket és a fecskének, hogy az ő utazását megtegye, az az Isten van felette, és az ültette az elméjükbe ezt a nyelvet. Na most ezt a nyelvet hogy használhatom én úgy, írja is az etimológiai szótár, most rendeltem Magyarországról egy nagyon jó ilyen könyvet, hogy a magyar nyelv különösen gazdag káromkodásokban, strágár beszédben.
Na most erre büszkék lehetünk-e, hogy ide jutott a magyar nép? Tehát az istenfélő ember az félelemmel használja nem csak az Isten nevét, azt nagyon tiszteltel kell használni, de bármi más, tehát egymásról hogy beszélünk. Mert gondoljuk meg, hogy Isten gyermeke mindenki. És itt nagyon könnyen el lehet esni. Tehát szerintem az istenfélelem ott is megmutatkozik, hogy hogy beszélek én Isten egy másik gyermekéről, aki az én felebarátom. Az Isten dicsőítés hogyan valósul meg az ember életében? Mit jelent az Isten dicsőítés? Tehát azt hiszem, hogy azt, hogy az Isten jelleme tükröződjön vissza rajtunk. Hogy van, most nem jut hirtelen eszembe az ige, hogy megvilágosodjon az Isten dicsősége a mi rajtunk. Valami ilyesmi. Tehát én vissza kell tükrözzem. Nem egy ilyesmit jelent, hogy na, hát én egy betanult imát mondok, vagy eléneklek egy szép éneklet, utána nem semmi közöm többet Istenhez, hanem valóban akkor tudjuk Isten dicsőíteni, ha egy szent életet élünk, ahogy mondja 3 Mózes 11.44-ben, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Akkor aztán Isten dicsősége felragyog rajtunk. Ézsás 60, lássuk csak egy picit az igét, eszembe jut. Ezt kaptam konfirmációmra, ezt az alapígét, és akkor nem értettem. Az egyik nagyon jó barátomtól, ki most lelkész a szilárdságban. Azt mondja, Ézsaiás 61 és 2, tehát kaptam egy nagyon szép grafikát, és egy ilyen templomról, és alatta írt ezt az igét, és mondom, ez nekem szól? És nézzétek meg, hogy ez minden igaz hívőnek szól. Tehát Sion dicsősége. Ézsaiás 60, első 2 vers. Kelj fel, világosodj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Tehát ez történik abban a pillanatban, amikor az ember teljesen átadja az életét Istennek, hogy az Úr mondja, hogy szeresd Isten teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Az elmúlt tanulmányokban már többször beszélgettünk az ítélet kérdéséről. Mennyiben befolyásolja az ítélethez való viszonyulásunk, megértésünk azt, hogy hiszünk a teremtés tanában, vagy inkább az evolúció elméletében? Egy olyan keresztény, aki elfogadja az evolúciót, az evolúció arra számít, hogy az, amit az evolúció eddig létrehozott, és vannak ilyen keresztények, sőt, a keresztény teológia úgy a történelmi kereszténységet illetőleg, a történelmi egyházakat illetőleg, a keresztény teológia vallja, és most nem szeretnék egyházakat megnevezni, de nem csak, hogy elfogadja, hanem vallja az evolúció elméletét, avval a zárójellel, hogy akkor, amikor ugye az ember szabásul, és az ember, hát a majomból ember lesz, akkor Isten ott beavatkozik. Most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Tehát, hogyha evolúciót vallok keresztényként, és elfogadom, van egy Isten, akkor esetleg deista lehetek, vagyis elfogadom azt, hogy van egy elvont fogalom, egy eszme valahol, aki tud rólam ugyan, de nem avatkozik be az én életembe. És hogyha itt történt a múltban, akkor arra számítok, hogy az evolúció ezentúl is, ahogy ők fogalmaznak, Isten felhasználja az evolúció törvényszerűségeit, én ezt nem vallom, de ők így magyarázzák, hogy Isten felhasználja az evolúció törvényszerűségeit azért, hogy egy fejlettebb társadalmat, egy különleges embert hozzon létre. És látjuk azt, hogy a nagy világvallások erre törekszenek, akár az ökumeniára, ha gondolunk, akár egyéb törekvésekre gondolunk, tegyük ezt a világot egy biztonságosabb, egy tisztább, egy istenfélőbb helyé, ahol mindenki otthonra talál, mert ez azért van, mert az evolúció így működik. Na de, hogyha én azt hiszem, hogy az Isten az én teremtőm, akkor bizonyára ismerem, hogy Isten úgy teremt, hogy szól, és meg lesz. És ez az én életemre is érvényes. Ha azt akarom, hogy másfajta ember legyek, akkor tudom, hogy Isten beavatkozik természetfeletti módon az életembe, szól és meg lesz és formál és alakít. Tehát nem fejlődés elmélet, hanem Isten hatalma az, ami létrehozza az új embert. Ez a két szemlélet, vagyis azok, akik egyiket vagy másikat vallják,
hogyan viszonyulnak az ítélet kérdéséhez? Az egyikek számára nem szükséges az ítélet, mert ugye az ember, az Isten annyira jó, hogy ő mindent elnéz, igazából nincs is gonosz, sátáról nem beszélnek többet. Mi egy fejlődésnek vagyunk a része, és egyre jobbakká válunk, ezt látjuk az oktatásban is, és mindenfele. Egy kis marxista ez a nézet, hogy az ember alapjában véve jó, a társadalom rontja el, a kultúra rontja el. Egyre jobbakká válunk, a következő nemzedék még jobb lesz, a technika vagy a technológia létrehozza ugye azokat a körülményeket, hogy nem lesz többi öregedés, és végeredményben itt van az örök élet. Azok, akik meghaltak, azok már úgyis a mennyben vannak, és élvezik ugye az isteni áldásokat. Ez a nézet nem vallja azt, hogy szükség van ítéletre. Viszont a bibliai nézet, amely bemutatja az Istent, mint olyat, aki tisztességes, aki becsületes, aki nem hátrál meg az ő ellenségei előtt, felvállalja azt, hogy vannak ellenségek, van egy nagy küzdelem az ember szívéért, az ember értelméért, és Isten ezt az ítéletben tisztázza, hogy mit, mikor és miért cselekedett, vagy akár egy embernek a sorsa miért lesz egyik vagy másik kibontakozásban, miért fog örökké élni, vagy miért fog elkárhozni, és Isten ezt az ítéletben tisztázza. Köszönöm a gondolatokat. Még valamit hozzátehetek ezt? Tehát az evolúciónak az alapmotorja a dzsungelharc, igaz, a szelekció törvénye, mindig a jobb marad meg, és a jobb úgy marad meg, hogy a nagyobb állat megeszi, szétépi a kicsit, az erősebb vadász marad meg, és így tovább. És ebben a dzsungelharcban, ha evolúcionisták vagyunk, mi is részt kell vegyünk, a legjobbak kell legyünk az osztályban, könyökölni kell, kapálózni kell, harcolni kell. Nekünk egy, vagyis nekem, és az én generációmnak, egy ateista oktatásban volt részünk, hát 66-ban születtem. Én nem hallottam Istenről az iskolában semmit. És a szüleim is sajnos nem hittek Istenben, és minden ránk volt bízva. És akkor persze, hogy legyen bűn az, hogyha hazudok, ha lopok, ha csalok, és minden bűnt el lehet végezni. Hát az a fiatal hölgy, aki csak úgy tud bekerülni egy munkahelyre, hogyha a főnöknek úgymond bizonyos szolgáltatásokat tesz, hát másképp ő nem boldogul. Míg az, aki teremtés hívő, az tudja, hogy Isten kezében van minden, ezért csodálkoznak még most is, pedig most van szabad szombat, hogy van az, hogy valaki meri ezt tenni, hogy ő eldönti, hogy ő többet a szombatot át nem hágja, és mégis lesz neki munkahelye. Hát azért a dzsungelharc szerint te gyengébb leszel, mert csomó helyre nem mehetsz el, csomó mindent nem csinálhatsz, míg az evolúcionista mindent, ami erejében áll, meg akarja tenni, de aki teremtésben hisz, az tudja, hogy a keresztény sebezhető, mert neki nincsenek meg azok az eszközei, a karma és a fogai, de ugyanakkor van kibe bízon. És ugyanakkor féli Istent, mert tudja, hogy mindenért Isten számot fog kérni, amit mi teszünk, szólunk vagy gondolunk. Tehát teljesen két különböző élet van egymás mellett párhuzamosan a két ember típusnak. Az első angyali üzenetéből szeretném, hogyha most kiragadnánk csupán azt a gondolatot, hogy mit jelent az Isten imádata. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Imádni Isten. Hogyan határozta meg a Jóisten az ő igében az imádati napot, alkalmat? Mit jelent ez az adventista teológiában, megértésben, ami mondhatnánk azt, hogy majdnem egyedi a világon, mert hiszen csak az advent közösség kezeli így ezt a megértést, ezt az igét. Jézus mondja a János evangéliuma 4. fejezetében a samaritánus asszonynak, hogy akik az Istent imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mert Isten csak ilyeneket tud elfogadni olyanokkal, akik őt követik. Na most, az Isten imádat az kifejezi azt, hogy ki előtt hajtok térdet. A Biblia beszél egy igaz istenimádatról és egy hamis istenimádatról. És a kettő között természetesen, hogy van különbség, de nehogy a kedves nézők azt gondolják, hogy a különbség abban áll, hogy az egyik sátánt imádja, és a másik az Istent imádja, vagy az egyik Visnát vagy Krisnut imádja,
és a másik az Krisztust imádja, nem. A Biblia a hamis Isten imádatról azt mondja, hogy ez olyan természetű lesz, hogy Sátán ő maga ül be. A második Tessalonika levél második fejezetében mondja, Isten, az Isten templomába, tehát a gonosz Sátán, ő maga ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ez azt jelenti, hogy a kereszténység történetében létrejött egy hamis Isten imádat, amelynek az élén lényegében Sátán áll, még akkor is, hogyha nem hordozza ezt a titulust. Mert állarcba ugye Krisztus jelmezébe öltözik, és a hamis Isten imádat varázsával megpróbálja a keresztényeket ugye a saját ördögi befolyás alatt tartani, anélkül, hogy ezek az emberek tudnák. Na most a Bibliában pontosan ezért, ami az igaz Isten imádatot illeti, már a kezdetek kezdetén volt egy különbség. Még mielőtt a szombatnapra térnék, Kain és Ábel mind a ketten elmennek Istent imádni. Mind a ketten elvégeznek egy szertartást, mind a ketten áldozatot mutatnak be. Lehet, hogy az oltárnak a formája, lehet, hogy a szavak és minden azonos volt, de az áldozat, a szimbólum az teljesen más volt. Tehát minden lehet ugyanolyan, csak egyetlen egy dolog különbözik a két fiú között, hogy mit tesznek az oltára. És ennek olyan súlyos következményei voltak, hogy tudjuk a történetet, nem fogjuk ezt most részletezni. Na most, ami az igaz Isten imádatot illeti, Isten ragaszkodott hozzá, hogy ennek az igaz Isten imádatnak legyen egy külső, látható, kézzel fogható vetülete, és ez a szombatnap. A tíz parancsolat megfogalmazza ugye a Mózes második könyve 20. fejezetének a 8. versét, vagyis a 11. versig, hogy emlékezzél meg a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Na most, ez a negyedik parancsolat nem csak pihenésre hív minket, hogy vonuljunk el a világtól, és esetleg aludjunk egy nappal többet, hanem igazából, ahogy a teremtés történetben olvassuk már, a Mózes első könyve második fejezetének az első verseiben Isten megszentelt ezt a szombatot. Tehát az nem csak nyugalom, hanem több annál Istennel való együtt lét. Az én Istenem szombaton hív engemet vele való együtt létre, a vele való társaságra. Minden nap hív engem, de egy napon úgy, hogy félreteszek minden egyebet. És természetesen a szombatnak ezen kívül van egy másik vetülete is, amiről gondolom fogunk beszélni. A felolvasott, vagy felolvassuk az igét, és akkor utána még elmélkedjünk a szombat kérdéséről, és a kérdés az lenne, hogy végül is a szombat az a zsidóknak adatott inkább, és az új szövetségben már nem olvasunk a szombat kérdéséről, Jézus Krisztus azt eltörölte a Golgotai áldozatával, vagy van-e még érvényesség a szombatnak? Hát nyilván van, de érveket várunk emellett. Olvasnám azért a tíz parancsolatból az igét, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugovék, azért megálda az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Érvényes-e még a szombat ma is a mai nemzedék számára? Tehát mikor olvassuk a tíz parancsolatot, látjuk, hogy itt semmi sem vonatkozik csak a zsidókra. Tehát megemlékez a szombatnapról, mert Isten hat nap alatt teremtette a mennyet és a földet. Tehát természetesen minden teremtmény erről meg kell emlékezzen, tehát főleg az intelligens teremtmények, mondjuk a cicák meg a kutyák nem tudják ezt, de mi tudjuk. A szombat mellett, ha megengeded, utalnék itt egy, lehet, hogy a keresztény köztudatban már beidegződött kifejezésre, az Úrnak napja. 1993-ban II. János Pál pápa kiadott egy apostoli körlevelet, amelyben meghatározza, hogy az Úrnak napja, a keresztény szombat az a vasárnap. Na most honnan veszi a pápa ezt a kifejezést, hogy az Úrnak napja? Jelenések könyve első fejezetének 10. versében azt olvassuk is, hogy a János apostol lélekben valik ott az Úrnak napján. Ebből
Második János Pál pápa azt hámozta ki, hogy ez vasárnap volt. Csak a probléma az, hogy ezt nem a Bibliából hámoztak ki, hanem ezt a keresztény hagyományból. Az emberek mondják a feltámadás napját az Úrnak napjának. A Biblia másképpen fogalmaz. Márk evangélium a második fejezetében azt mondja a Szentírás, a 27. és 28. versékben, és mondanékik, a szombat löna a zsidókért vagy az emberért? Jézus azt mondja, hogy a szombat löna az emberért, nem az ember a szombatért, tehát Isten az emberért adta a szombatot, és most a 28. versben nagyon fontos, annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Az egyedüli nap, amelyikhez Jézus Krisztus úrként kötődik, nincs egyetlen semmilyen más nap az egész Bibliában, amely Jézus Krisztus úr minőségéhez kötődne, kivéve a szombatot. Tehát, hogyha ezt mondja a Biblia, hogy a szombatnak az ura az Úr, az Úr Jézus, akkor egyértelmű, hogy az Úrnak napja az a szombat. Na most rengeteg ige van az Új Testamentumban, amelyben megtaláljuk azt, hogy az Új Testamentumban fennáll a szombat kötelezettsége. Például Máté 24-ben, a 20. versben talán Jézus arra buzdítja a keresztényeket, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne legyen se télen, se szombatnapon. Vagy a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 9. verse azt mondja, hogy megvan azért a szombatja. Görög nyelvben le se fordítja a szót, hanem egyszerűen átveszi a héberből a sabbat, és görögösítve így mondja, hogy megvan azért a szabbatizmusja az Isten népének. Aztán a Cselekedetek könyvében a 16., 17., 18. fejezetekben látjuk azt, hogy Pál apostol akár zsidóknak prédikál, szombatnapon teszi ezt a zsinagógákban, de valamikor Filippiben például egy folyóvíz mellett prédikál, akkor szombaton gyűlnek össze, ha kell, olvashatjuk is az ígéket, ha gondolod, de ki is kereshetik a kedves nézők. Tehát elejétől fogva mindvégig Isten ragaszkodik ehhez, hogy ő nem változik, és a nyugalom napja szombatnap. Hova sorolható be az az ige vers, a Kolossi Beliekhez írott levél 2. fejezet 16. verse, hogy senki azért titeket meg ne ítéljen evésért vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában. Azaz ne ítéljen meg senki, hogyha nem teszitek ezeket. És hogy milyen szombatról van itt szó? Mert egyesek ebbe az igébe nagyon nagy alapot vetnek. A szombat eltörlését látják benne. Igen. De hogyha az igét elolvassuk és megfigyeljük, hogy mi az, ami tényleg el lett törölve, akkor összesen öt hát parancsot vagy rendelést találunk benne. Evés, ivás, újhold, ünnep és szombat, ha jól számoltam. Na most a szombat az egyedüli, amely a tíz parancsolatban is megjelenik. Sem az evés, sem az ivás, sem az ünnep, sem az újhold nem jelennek meg a tíz parancsolatban. Tehát a tíz parancsolatot gondolom, hogy minden kedves keresztény ember úgy könyveli el, mint Istennek örök érvényű, megváltoztathatatlan törvényét. Na most itt van a szombat. Az Ótestamentumi Szentírásban négy törvény létezett. Volt a ceremoniális törvény, voltak az egészségügyi törvények, voltak a polgári törvények, és volt a tíz parancsolat, az erkölcsi törvény. Na most a szombat parancsa megtalálható ugye az erkölcsi törvényben, a tíz parancsolatban, de megtalálható a ceremoniális törvényben is, ahonnan hozza Pál apostol az evést, az ivást, az újholdat és az ünnepet. Mit jelentett a ceremoniális törvényben a szombat? Nagyon röviden, egy mondatban, mert a hangsúly ezután következik egy másik gondolat. És olvasom az ígét is. Egy ceremoniális szombat például az engesztelés ünnepe, amely a 7. hónap 10. napján volt, ez lehetett hétfő, kedszerda, csütörtök, bármelyik nap. Azt mondja, hogy szombatok, szombatja ez néktek, sanyargossátok még azért magatokat, örök fenntartás lesz. Tehát voltak ünnepek, amelyeket szombatként kellett megtartani őket, még akkor is, hogyha szerdára estek. Uh-huh. És ez a ceremoniális szombat. Tehát a Kolossi 2.16 után a 17. vers, senki meg ne ítéljen evésér, ivásér, ünnep, újhold vagy szombat dolgában, még csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Én úgy értettem ezt meg, hogy ezek az árnyékszolgálatok voltak, amelyek előre mutattak Jézus Krisztus áldozatára. Tehát azok a ceremoniális szombatok, például a Pászka első és utolsó napja, vagyis a kovásztalan kenyerek első és utolsó napja, vagy a Pászka ünnep, az első kéve, az a kéve és meglóbálása, bemutatása. Bemutatása.
meg később is az engesztelési napkor, a Jom Kippur. Igaz? Voltak ezek az ótestamentumi szent ünnepek, mert Isten kérte őket. Nem? Szeretik az emberek mondani, hogy zsidós. Hát a zsidót olyan csúnya felhanggal szokták a keresztények használni, pedig a zsidók voltak Isten népe, akiknek Isten átadta az Bibliát. Na mostan, mi kell tudjuk azt, hogy nem azért szűnt meg valami, mert rossz, hanem azért, mert beteljesedett Krisztus golgotai áldozatában és az egész szolgálatban, amit végzett. Ezek árnyékai voltak az elkövetkezendőknek, de a valóság a Krisztus, mondja Pál. De a szombat, a hetednapi szombat, nem a többi, tehát a szombat azt jelenti, hogy nyugalom, tehát ezek nyugalomnapok, a hetednap nyugalomnapja az nem árnyéka volt az elkövetkezendőknek, hanem visszamutat a teremtésre. Mert azt mondja az Úr, hogy megemléked a szombatnapról, hogy megszenteld azt, mert 6 napon át teremtette Isten a mennyet és a földet. Tehát a teremtésre emlékezünk. Köszönöm. Akkor most nézzük meg, hogy a végidei jellegét a szombatnak, a hármas angyali üzenetből kiindulva, ugye a harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja, megint megjelenik az imádat kérdése, imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. Hogyan magyarázzuk ezt a részt? A szombat mit jelent a harmadik angyali üzenet keretében? És talán olvashatjuk még a Jelenés 13.16-tól 17-ig terjedő verseket is, hogy akkor a válaszadásba ezt is kapcsoljuk össze. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se versen, se elnathasson, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy akinek neve, vagy nevének száma. Hogyan kapcsolódnak össze ezek az igeversek? Isten pecsétjével kapcsolatban, melynek ellentéte a fenevad bélyege, két nagyon fontos igét olvasunk, az egyik a 2 Mózes 31.17. 2 Mózes 31.17-ben. Nem tudok keresni egy kézzel. 2 Mózes 31.17. Legyen közöttem és az Izrael fiai között örök jel ez, mert 6 napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, 7. napon pedig megszűnt és megnyugodott. 16. versben a szombatról van szó, a hetednap szombatjáról, a heti szombatról. Megtartsák azért az Izrael fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül. Legyen közöttem és Izrael fiai között örök jel ez. Erre rögtön azt szokták mondani, hogy de mi már nem vagyunk izraeliták, és akkor eszünkbe jut a Galata 3.29, ahol azt mondja, hogy akik a Krisztuséi, azok az Ábrahám magva, és ígéret szerint örökösök. Tehát a Krisztus követői öröklik az Ábrahámnak adott áldásokat, és mindazt, amit megkötött Isten Izraellel. És az Ezékiel 20.20, tehát itt azt mondja, hogy örök jel a szombat. Ezékiel 20.20 pedig hasonlóképpen fogalmaz, és itt azt mondja az Úr, hogy és az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én közöttem, és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Tehát ennyit arról, hogy mi a jel, vagy a jegy, vagy pecsét, vagy bárhogy szeretnénk nevezni más szavakkal is, amivel Isten megpecsételi az ő népét. És azt tudjuk, hogy a szombat parancsolatában, ami a 10 parancsolatot illeti, benne van az, hogy ő a teremtő, hogy az egész világot teremtette, benne van az ő hatalmának a kifejezése. Hogyha a szombat az Isten képviseli az ő munkáiban, akkor a hamis szombat, vagyis a vasárnap, az azt képviseli, amit az emberek, vagy az emberek mögött munkálkodó hatalmak képesek véghez vinni ebben a világban, és ez a vasárnap. Nagyon fontos elmondani a kedves nézőknek, hogy a vasárnap az nem a fenevad bélyege ma. Az egy hamis
nyugalomnap. Viszont akkor, amikor a vasárnapot törvénnyel kényszerítik annak megünneplésére, akkor a vasárnap képviseli majd látható módon azoknak a démoni erőknek a munkáját, amelyek meghúzódnak, és mindig is meghúzódtak mögötte. Na most itt érdemes egy pár párhuzamot megfigyelni. A Jelenések könyve 14. fejezetében, amit olvastál, a 9. vers azt mondja, hogy a harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat. Hármas angyal üzenet párhuzamba vonja az igaz Isten imádatot a fenevad imádattal, ami csak így a profécia nyelvezetével egyértelműen fenevad imádat. Beszéltünk arról, hogy látszólag az is Krisztus imádat, mert antikrisztusról van szó, ami Krisztus helyett azt jelenti. Ugyanakkor, akik a fenevadat imádják, ugye, felveszik bélyegét, ugye ez akkor történik, mert amikor vasárnap ünneplésre kényszerítik az embereket, és harmadsorban, amit találunk itt, hogy nincs nyugalmuk éjjel és nappal. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 9. verse azt mondja, hogy megvan azért a szombatja az Isten népének, és ott Pál apostol végigvezeti, hogy hogyan kell nekünk az Isten szabadításának nyugalmába bevonulni. Ha még egy gondolatot lehet. Miért pont a szombat vasárnap, a szombat Isten pecsétje, és a vasárnap a fenevad bélyege? Miért pont ezt választotta az Isten, hogy ez legyen a jel, vagy a jegy, vagy a pecsét ő között és az a népe közötti szövetségre? Egészen egyszerűen azért, mert ameddig a 10 parancsolat összes többi 9 parancsolata valamilyen haszont hoz annak, aki megtartja. Például ezeket a parancsolatokat, hogy ne őj, és egyebeket, hamis tanú bizonyosságot ne tedd, és a többi. A pogány birodalmak törvényhozása és jogalkotása is megfogalmazta ilyen vagy olyan formában. Azért, mert hasznos egy társadalomnak, hogy Isten törvény alapján éljen, még ha ők nem is ismerték a 10 parancsolatot. Például a fejlettebb társadalmak, vagy a társadalomnak a fejlettebb rétege nem voltak politeisták, filozófusok, tehát nem csináltak, nem imádtak faragott képeket, mert ez is hasznot jelentett egy haladó szellemiség számára. De a szombatnak nincs haszna. Mert hogyha én pihenni akarok, én pihenhetek szerdán, hogy akarom, vagy csütörtökön, vagy vasárnap, vagy szombaton, hogyha csak ezt a részét látom benne. A szombat keresztel jár, kereszthordozással jár, és mivel a szombat parancsolata kereszthordozással jár, kidobnak a munkahelyemről. Franciaországban például vannak olyan városok, ahol a szabadnap, a szerda és vasárnap, és az adventistáknak keresztet kell hordozni azért, hogy szombatot ünnepeljenek ott. És mivel a szombat ünneplés nem hoz egy közvetlen hasznot, pontosan ezért alkalmas az Isten iránt való hűség jelére, mert hogyha szombatot megünneplem, nem azért ünneplem meg, mert hasznom származik belőle, hanem azért, mert hűséges akarok lenni az Isten parancsolatjához. Fontos gondolat volt az, hogy a fenevad bélyege majd valamikor a vasárnap lesz, és ez akkor fog kiteljesedni, amikor élet-halál kérdése lesz, hogy most szombaton adunk imádatot az Istennek, vagy vasárnap. Ma még egy másik időt élünk, még minden ember szabadon dönthet amellett, hogy választja az igaz imádatnapot, vagy a hamis imádatnapot, amit ugye többen imádkoznak vasárnap, ezért úgy tűnik, hogy az a helyes, az a megfelelő. Végszóként milyen gondolatokat tudnánk elmondani ebben a kérdésben? Mit tegyünk, mit tegyenek a kedves televízió nézők, akik lehet még nem döntöttek a szombat mellett nyilvános módon, de már szívükben igenis tudják, hogy mi a helyes. Én mindig úgy gondolom, hogy fontosabb hallgatni az Istenre, mint az emberekre. A 2000 éves keresztény történelem bebizonyította sokszor, és nagyon sok ember vérének az árán, hogy amikor az ember látszólag finom dolgokban eltávolodott, vagy jelentéktelen dolgokban eltávolodott az Istentől és a Szentírástól, ez inkvizíciót szült, keresztes hadjáratokat szült, indexet szült, rengeteg fájdalmat jelentett ez
rengeteg vírontást jelentett és szenvedést jelentett a kereszténységre nézve. Olyannyira, hogy szegény reformátoroknak, egyeseknek az életük árán kellett visszahozni és visszaadni az emberek kezébe azt, amit az Isten mondott, az ő igéjét. Úgyhogy ne engedjük meg a saját kényelmünk miatt, vagy azért, mert nem tűnik fontosnak, hogy az emberekre hallgassunk, ránk se kell hallgatni. Elég az minden kedves nézőnek, hogyha a Bibliára hallgat. Így lesz élete neki. Ami a szombatot illeti, a kedves barátom Miki említette azt, hogy ez egy kereszthordozást is jelent. Ugyanakkor Istennek olyan különleges áldása van rajta, hogy én még olyan embert nem ismertem, aki szombatot tartson és szükölködő legyen. Tehát Isten megáldja az embert. Miután átmegy a próbán, dönt, azt mondja, engem nem érdekel semmi, mint a három ifjú, hogy még ha nem is ment ki Isten a tüzes kemencéből, mi akkor sem hajul meg a bálványkép előtt, akkor Isten beavatkozik. Tehát én 91-ben határoztam el, hogy szombatot fogok tartani, és én azóta nem voltam úgy, hogy ne legyen munkahelyem. Tehát mindig volt miből élnem, egyszerűen nem léteznek számomra azok a munkák, ahol szombaton kell dolgozni, és akkor Isten különleges védelme van szerintem felettem, és mindazok felett, akik ebben a parancsolatban is bármelyikben elhatároznak, hogy hűségesek lesznek. Köszönöm ezt a szép tapasztalatot és fékszót, köszönöm ezt a témakört a Jóistennek, és nektek, hogy át tudtuk beszélni, az Úr áldása maradjon velünk. Mi is köszönjük a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak. Valójában olyan időket élünk, amikor döntenünk kell ilyen fontos kérdésekben és kényes kérdésekben. Azt kívánom, hogy tudjuk meghozni azt a döntést, amely az Isten akarata szerint való. Egy utolsó igevers, amelyet a jövőre nézve jelentett ki a Jóisten az ő igéjében, az Ézsás könyve 66. fejezet 23. versében, és lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Segítsen meg erre az Úr bennünket az ő kegyelméből. Amen.